harcos az egy archetípus szerintem, ami korábbról való, mint maga az ember. Egy példával tudnám illusztrálni, egy nagyon jó barátom, Timár László a testvérével jelentkezett karatéra. Fiatalok voltak, úgy gondolták, hogy ki kell próbálniuk ezt a harci művészetet, és elmentek egy edzésre. Oda ment egy haladó, és úgy gyomorszájba vágta mindegyiket, hogy kifeküdtek. A Laci fölállt és azt mondta, hogy az igen, ő ezt akarja csinálni, a testvére azt mondta, hogy ő az életben környékére nem jön. Hát ez egy vízválasztó. A pap Laci, mikor elkezdte a boxot, szintén jelentkezett egy boxiskolába, és akkoriban az volt a divat, hogy úgy megverik a jelentkezőt, mint jég a határt, aztán ha visszajön, boxoló lesz, ha nem, nem. Hát a Lacit nagyon összeverték, éjszaka forgolódott az ágyába, és azt mondta, hogy soha többet nem megy oda, és elment inkább focizni. De hát a történet többi részét mindenki ismeri, háromszor állt az olimpiai dobogón, háromszor nyert olimpiát boxba, ez valami egészen elképesztő. Tehát a harcos egy archetípus, nem igazán lehet eltéríteni ettől a pályától. Vannak, akik erre születtek, és egy harcművészeti iskolának az a feladata, hogy otthon teremtsen ennek az archetípusnak. Ha válsz, akkor mindjárt álljatok be, vigyázz, húzzátok ki magatokat. Hátsó sor hátra. Ezt nagyon magas fokon csinálja valaki, akkor közvetítővé válik. És a művészetnek szerintem a lényege a közvetítés. Az, amikor egy művész közlővé válik. Tehát nem önmagamat valósítom meg, hanem én egy eszköz vagyok, mondjuk a mindenható kezében, és a mindenható rángatja a kezemet, és én fogom az ecsetet, vagy feszítem az íjat, vagy írom a kottát, és valami létrejön. Hát a művészeteknek az alapja közös, ez a közvetítői szerepkör, és hogyha kellő szorgalommal, kitartással, tehetséggel csináljuk, akkor előbb-utóbb ebbe a közvetítői szerepbe be lehet lépni. A síjászatban 210 pont fölött kell teljesíteni ahhoz, hogy mester legyél. Ez a mesterfok. Aki ez alatt lő, az nem mester. A másik része pedig egy emberi minőség. Na most attól, hogy én 210 fölött lövök, az még lehet, hogy én csak egy ügyes lovasíjász vagyok. De ha én megfelelek ennek az emberi minőségnek, akkor a környezetem kezd el mesternek mondani. Tehát nem én kezdem el magam mesternek hirdetni, hanem egyszerűen a környezet azt mondja, hogy mester. És ez egy nagyon fontos dolog, mert attól, hogy valaki meglövi azt a pontszámot, vagy azt a fokozatot eléri, attól még azt az emberi minőséget nem biztos, hogy morálisan, erkölcsileg tudja hozni, ami mondjuk a mesternek a titulusa. Tehát a körülés, amit megbeszéltünk. Kör! És ember között a tudás átadásának a mester és tanítványa az eszenciája, a legjobb példája.
rajtam nagyon nehezen állt. Egyrészt könnyen, mert volt egy hihetetlen indítatás, egy belső tűz, ami azóta magas hőfokon izzik. Viszont rengeteg felesleges zsákutcába futottam bele, mert nem voltak mestereim, tehát ezt nem úgy tanultam, tehát se a lovaglás, se az íjászatot, és saját magamnak kellett kikísérletezni, létrehozni ezt a rendszert. Ez egy nagyon izgalmas, nagyon szép út volt, de nagyon sok felesleges munkával, zsákutcával. Akik most itt tanulnak, ezek már nagyon nyílegyenes ösvényen vannak. Nekem azért volt nehéz, mert rengeteget dolgoztam feleslegesen, és évek után jöttem rá, hogy az, amit odáig csináltam, az rossz, és irányt kellett váltani. Nekik meg azért nehéz, mert annyira egyenes az út, hogy nagyon nagy tehertét elé állítja őket. Gyerekek, csak mind a pingvinek úgy topogtok mindig. Hát tudod, hogy ne állj bele a másik seggébe, mert akkor nem fogtok elférni. Minden ember számára fontos, hogy amit gondol, amit mond és amit csinál, az azonos legyen. Egy mester számára viszont megengedhetetlen, hogy az másképp legyen. Nagyon elkanyarodtunk, drága gyerekem! Van egy felelőssége, egy mesternek fel kell mérni azt, hogy mi az, amiben híja van a világnak, és ma a 21. századi ember két dologtól szenved, az egyik a közösségek hiánya, nincsenek valódi közösségek, és nekem az első pillanattól kezdve a valódi közösség megteremtése, mondhatom, fontosabb, mint maga a lovas íjászat, hiszen először egy valódi közösséget hozok létre, és majd aztán foglalkozok komolyabban a lovas íjászattal. A másik dolog pedig tudás irányába tolódott el a világ, nagyon fontos és nagyon nagy hangsúlyt kapott a tudás, ami valójában az is, de emellett a személyiségfejlesztés elsikkad. És a személyiségfejlesztés ugyanolyan fontosságú, mint a tudás, hiszen minden a személyiségeden keresztül megy beléd, és minden a személyiségeden keresztül jön ki belőled. És hogyha bármekkora tudást és bármilyen szép és bármilyen jó tudást viszek be, ha torz a személyiség, abból torz dolgok fognak születni. Az ifeszítők népe, az a belső ázsiai nomád pásztorkodással foglalkozó társadalom, aki a kínai nagyfaltól egészen a Rajnáig hozott létre birodalmat, és egy állandó pulzálásban volt kelet és nyugat között. Más népek ezt nem tudták megvalósítani olyan szinten. Tehát volt erre próbálkozás, hogy a bizánciak hadrendbe állítják, de kudarcot fulladt. Európában meg se próbálták. Tehát nagyon fontos tudni azt, hogy a lovasiászat annyira nehéz harcmodor, hogy ebbe bele kellett születni.
Hát aki nem született bele egy nomád társadalomba, és nem életszerűen foglalkozott a lóval, az állattal, az mint zsoldos katona nem lehetett kiképezni erre, hiszen önmagára veszélyesebb volt, mint az ellenségre. Az, hogy ma hogy van a világban, ma a világban véleményem szerint az érdeklődés azonos. Tehát ugyanúgy érdeklődik egy amerikai, egy német, egy francia, egy dél-afrikai, egy katari, tehát a világ minden részén tanítok, mi most már nyugodtan el tudom mondani, ugyanúgy érdeklődik, mint például egy magyar. De egy magyar számára ennek nagyon mély gyökerei vannak, és hát a kultúránk része. Mi most egy nagyon, nagyon mély talapzaton és erős talapzaton állunk, ennek köszönhetőek azok a sikerek, amiket a magyarok elértek a világban a lovasi jászat terén. Kicsi á! Kicsi á! Gyere! Kicsi. Gyere, kicsi á! Van egy befelé vezető út és egy kifelé vezető út, a íjászattal befelé lépünk, minden lövéssel egy kicsit közelebb tudunk kerülni a magunkhoz, a lóval való kapcsolat pedig a világgal való kapcsolatunkat szimbolizálja, és hát a lovas íjászatban ennek a két útnak találkozni kell, meg kell jelenni mindegyiknek azonos súllyal, hiszen a nyílvessző csak akkor repül a célba, hogyha én mind a lovammal, mind a céllal azonos mértékben kapcsolatba tudok lenni. Két nagyon fontos képességre van szükségünk. A ritmus érzékre és az egyensúly érzékre. Ritmus és egyensúlyból áll össze a lovasi jászat, és az, amikor elkezded a somogyugrost, ott elindul a ritmus, aztán elkezdjük a különböző gyakorlatokat, hogy már a mozdulatot végrehajtott somogyugrosból, itt már elkezdjük függetleníteni az alsó és a felső testet, de ennek az egésznek a célja az, hogy az ugrósból kényelmesen lőjétek a nyilakat, mert a somogyugrosból kényelmesen ki tudod lőni a versenymennyiségű vesszőt, az egy 300-as iramnak felel meg a pályán. A 300-as iram az azt jelenti, hogy egy perc alatt 300 métert tesz meg a ló, ez a 20 másodperces szintidő nekünk a lovasi jászatban. Tehát ha kényelmesen a somogyugrósból kilövöd a nyilakat, akkor nagy valószínűséggel belőled lovasi jász lesz. Ha nem, akkor állandó ritmus vesztésbe leszel. Tehát a cél az, hogy elérjük a somogyiból ebben a normál tempóban a kilőtt nyilakat, és amikor ez megvan, sikerült függetlenítenünk az alsó és a felső testet, akkor tudjuk majd kombinálni a lovaglást az íjászattal.
vagyok, és ez annak köszönhető, hogy abból élek, amit igazán szeretek, és ebből a körből én nem mozdulok ki. Minden tevékenység, ami a lovasi jászat köré épül, az állatokkal való munka, a gondoskodás, a tanítás, az állatok és az emberek tanítása, hát ez mind egy fantasztikus dolog, és ilyen szempontból én nagyon elégedett ember vagyok. Másrésztről meg természetesen mindig vannak hibák, amiket szeretnék javítani, mind önmagamban, mind a környezetemben. Ez a motorja, azt gondolom, az előrelépésnek. Szélesebb terpez váljál, gyerekem! Szélesebb! Szélesebb terpez váljál! Széles! Ez válszélességű terpez van, hogy még mindig. Még mindig! Úgy, széles nagy terpez! Hány kilós mellé? Ez 20. Most ami a csuklóra megy? Az pedig 2,5.
Hova nézel, gyere? Hova nézel? Figyeljetek az életszerűségre! Az életszerűségre figyeljetek! Mindenkinek meg kell találni a lehetőséget, és hát azért a lovasi jászat a lóra támaszkodik. A ló egy gazdasági környezetre támaszkodik. Tehát itt gyakorlatilag ez egy vidéki, mondhatnám azt, hogy pogány történet, hiszen a pagis szóból lett a pogány, ami vidékit jelent. Tehát a vidéki embernek a lehetősége az, hogy lovasi jászra váljon, ez a belvárosban nagyon nehezen elképzelhető. Biztos, hogy ott is megvannak a lehetőségek. Ott szerintem ezeket a belső utakat lehet járni, hiszen egy panellakásba is meditálgathat az ember reggeltől estig. Lovasi jászni kevésbé. Ígyatok egyet! Fejezzék be a bénázástot hátul, és próbáljanak meg dobütésre! Mit csinál az ökör? Első testtel annyira kicsavarodni, amennyire csak lehet. Ez egy nyújtó, lazító gyakorlati testerek. Az oldás, hogy tökéletesek legyenek. Nagyon jó.
5,56. Ez 5,54. Szakasz! Aki eltévesztette a gyakorlatot, kijön ide. Az is eltévesztette, aki nem helyes tartás hajtja végre. Vigyázzállás van! Nyújtott a láb és vigyázz menet. Lépés, indul! Akik eltévesztették a gyakorlatot, előttem vonal. Arra kérlek benneteket, hogy mindenki mondja, hogy miért tévesztett el. Én a fordulásnál tévesztettem el. Nem azt kérdeztem, hogy hol tévesztetted el, azt kérdeztem, hogy miért. Mert rosszul léptem. És miért léptél rosszul? Azért, mert nem figyeltem. Menjünk tovább. Én annyira figyeltem, hogy jól forduljak, hogy rossz lábbal kezdtem el lépni. Én azért tévesztettem el, mert nem gyakoroltam otthon eleget. Én azért tévesztettem el, mert egy pillanatra elvesztettem a koncentrációt, és a kata lábára néztem, és rossz irányba fordultam. Én is a mellettem lévő lábára néztem, és... Én nem figyeltem oda rendesen. Én egy körrel hamarabb elvesztettem az egyensúlyomat, és utána ezzel kezdtem el foglalkozni. Minden másra figyeltem, a lépésre nem, és egy bal lépésnél jobbat léptem, és a fordulás is elrontottam. De koncentrációmat nem tudtam ráirányítani a feladatra. Lemaradtam a többiektől egy fél ütemet, és utána rossz irányba fordultam ezért. Köszönöm ennyi. Jó. Ennek a gyakorlatnak az a feladata, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy az elménk nem működik magától együtt velünk. Erre meg kell tanítani. És erre lesz a következő gyakorlat. Most mindenki elszalad, keres a pajtába, a padláson, az istálóba egy vödröt, és ide szalad azzal a vödörrel. Indul! Következő a kérésem, mindenki merítse meg a tóban a vödrét, és még egy kavicsot hozzon magába. Indul! Három negyedik. Kinek kell még kavics? Gyere ide, Lajos, nézd meg ezt. Ennyi elég. Ezt látod? Itt vagyok benn. Egy hajó fölé, látni fogod már. Amikor belenéztetek a vödörbe,
akkor láttátok az arcotokat tisztán. Azért láttátok tisztán, mert nem hullámzott a felület, mert semmi nem rezegtette meg. Semmi nem zavarta meg a tükröződő felületnek a tisztaságát. És amikor beledobtad azt a kis kavicsot, akkor elkezdett hullámzani, és ez a tiszta tükör az összetört, és nem egy tiszta képet láttatok. Ez a gondolat. Az elménket meg kell tanítani együttműködni velünk, mert az elménk nem működik magától együtt velünk. Ami azt jelenti, hogy itt csináltátok azt a menetgyakorlatot, eltévesztettétek. Ha eltéveszted, ott bezavart egy gondolat, az a bezavaró gondolat olyan, mint az a kavics, amit beledobtál a vödör vízbe, és ezt a tükröződő felületet megtörte. Ezt mindig gondoljátok végig. Ahhoz, hogy jó lovasíjászok legyetek, ahhoz nektek egyidejűleg két dologra kell figyelni, a lóra és a célra. Nagyon nehéz feladat lesz, ennek a leküzdése, mert az emberi elme egyidejűleg csak egy dologra tud figyelni. Ezt úgy képzeljétek el, hogy elindul egy kör. Ez egy kör. Ez a kör, ami az íjászat, egy befelé vezető kör, a lóval való kapcsolat, az egy kifelé vezető kör, és ez a kifelé és befelé vezető kör egy ponton összeér. Ha nem ér össze ez a kör, ha a lóval való kapcsolatod, vagy az íjjal való kapcsolatod nem tökéletes, akkor ez a kör nyitva marad. Itt nagyon nagy lesz a hézag. Ebben a hézagban keletkezik az a probléma, amikor a kavicsot beledobod a vödör vízbe. Értitek? Zárni kell a rendszert. Úgy tudjuk zárni a rendszert, hogy tökéletesen megtanultok lovagolni, és tökéletesen megtanultok íjászni. És mind a két tevékenység ösztönszerűvé kell, hogy váljon. Minél ösztönszerűbb, minél elmélyeltebb a tudás, ez a két egymásra ellentétesen hajló kör, ez egyre közelebb kerül. És az, akkor lesz a lövésetek tökéletes, mikor ez a kör zárul. Amikor bezárt a kör, én tökéletes harmóniában vagyok a lovammal, tökéletes harmóniában vagyok a céllal. Az a belső út, amit az íjászat jelent, hogy minden egyes lövéssel egy picit közelebb kerültök önmagatokhoz, és az a külső út, amit a lóval való kapcsolatotok jellemez, ez elér egy olyan szintet, hogy a kört le tudjuk zárni. De ezek a kis kavicsok, ezek a zavaró tényezők, ezek a gondolatok, ezek ugyanúgy bezavarnak bennünket, egy gondolat, mint ahogy az a kis kavics bezavarta ezt a tükröződő vízfelületet. Ami még nagyon fontos, a szokásaink. Az, hogy valamit egyszer csinálok meg, az még nem szokás. De ha többször megcsinálom, akkor a szokássá válhat, kialakulhatnak rossz szokások. Mondj egy rossz szokást. A lustaság. Dohányzás. Dohányzás. Falánkság. Türelmetlenség. Rosszul húzom ki a kezemet túl magasan. Birtoklás. Mohóság. Újból elkövetett hiba. Jó. Az, hogy az elménk nem működik velünk együtt, ezzel a kis kavicssal szemléltettük, és azt gondolom, hogy mindenki egy életre megjegyezte. Most csináljunk egy hasonló szemléltetést, arra kérlek benneteket, hogy tegyetek le az íjat, és hozzon mindenki magával egy gerebjét. Szaladjatok! Csináljátok egy hátraarcot, és mind a villám elindultok a gerebjével erre hátrafele. Gyorsan! Együtt és ott együtt haladjál. Együtt, egy vonalban vagy és úgy mész. A verébraj átrepül a házunk fölött, ezzel még nincs semmi baj, de ha elkezdenek fészket rakni az eresz alatt, ott már kezdődnek a problémák. Hogyha egyszer végigmegy valaki ezen a gerebjézett területen, Kristóf, gyere, középen menjél végig. Egyszer. Még nem hagyott nagy nyomot. De most menjen végig mindenki, menjünk végig. Ugyanabban a nyomvonalban menjetek végig. Én mondok nagyon egyszerű rossz szokásokat. Evés előtt iszol egy pohár hideg üdítőt. Lehűl a gyomrod, a gyomornak megfelelő hőmérsékletre van szükség ahhoz, hogy az emésztés végre tudja hajtani, és kell egy megfelelő gyomorsabb koncentráció is.
hogyha te iszol egy evés előtt folyadékot, akkor ezt a gyomorsavat fölhigítod, másodszorban lehűtöd a gyomrodat. Lehűl a gyomor, első dolga az lesz, hogy visszamelegítse üzemi hőfokra magát, majd ezt a sav készletet be kell állítani megfelelő koncentrációba. Tehát lelassítjuk. Ez egy rossz szokás. Nagyon gyakorta elkövetik. Leül. Ha leülsz egy étterembe, oda megy a pincér és megkérdezi, milyen italt hozzatok. Egy hideg üdítő, és akkor isznak egy hideg kólát. Két és feles mondjuk a pH értéke. Rántott sajtot burgonyával fogyasztani. Tehát rossz ételtársításaink vannak. Nem is tudják az emberek, hogy ezek rossz szokások. Jó az étkezést az ivástól elkülöníteni, a különböző emésztési idejű ételeket egymástól elkülönítve fogyasztani. Vannak ételek, aminek a megemésztéséhez savra van szükség, vannak ételek, amihez lugra van szükség. Ezt a gyomor ki tudja választani, de ha én egyszerre eszem a húst és a kenyeret, az egyik a fehérje, a másik a szénhidrát, a fehérjéhez savra, a szénhidrátra lugra van szükség, akkor ezt a gyomor mindegyik előállítja a savat, előállítja a lugot, ez közömbösíti egymást, és ezek az anyagok rohadnak a szervezetbe. Ilyenekről nem is beszélek, hogy dohányzás, alkoholizmus. A dohányzás is csak egy cigarettával indul, és aztán egészen elképesztő méreteket tud ölteni, és az alkohol is. Rengeteg ilyen van. De nem csak rossz szokások vannak, amik így alakulnak ki, hogy nyomot hagynak, hanem a helyes technikának a kialakítása is megfelelő ismétlés számot igényel. Néztük a lőgyorsaságot, ahhoz, hogy egyszer kilősz egy nyilvesszőt, ugye abból még nem lesz lőgyorsaság. Ahhoz, hogy egy lőgyorsaságot elérjél, nagyon komoly nyomot kell hagyni. Ezt a nyomot az ideg-izom összeköttetésbe kell hagyni, olyan szinten, hogy ez az ideg-izom összeköttetés, ez egy automatizmus legyen. Ahhoz, hogy az automatizmusok kialakuljanak, egy töltésben, egy lovaglásban, gondoljunk például a kerékpározásra. Mindenki tud biciklizni, amikor megtanulunk biciklizni, akkor figyelünk az egyensúlyra, orra bukunk, minden idegszálankat leköti, hogy azt a biciklit el tudjuk tekerni, de attól a pillanattól kezdve, hogy megtanultunk kerékpározni, már ki figyel a biciklire? Hát senki nem figyel, nézzük a kirakatokat, nézzük a tájat, mindennel foglalkozunk, csak azzal nem, hogy én pedig az egy nehéz egyensúlyi helyzet. Ugyanezt a szintet kell elérned a lovaglásban. Addig, amíg te úgy ülsz a lovon, mint egy kezdő kerékpáros a biciklin, addig szóban nem jöhet az, hogy te lövöldözni fogsz. Amikor az automatizmusok kialakulnak, vagyis a mély nyomok, ebben a gerebélyezett földben mély nyomok kialakulnak, akkor kerülhet sor az íjászat és a lovaglás ötvözésére. Lajos bácsi ekkor akar menni, meg rángatja a fejét. Nem engedjük el. Ha elengeded, mikor elindul, akkor visszafogod. Jó. Ne tartsátok fogva a lovakat. Mozdul a ló, fél szemed rajt van, azonnal hozod vissza a helyre. Lóra! Köszönöm! Van itt egy kis gyerek, jobb kis gyerek, gyere ide, az elsőre. Mint az olvad csokoládé a napon, ráfolysz a lóra, teljesen ellazulsz, figyelsz a légzésedre, figyelsz a lónak a légzésére.
Leadod a lövéseket, és utána folyamatosan töltek. Mindenki lóra fog ülni. Figyelj, majd már nagyon el akar menni a többi ló után. És ugye a többiek levágják a köt. Akik nem harcosok, azok nagyon gyorsan kikerülnek innét, mert nem tudnak húzamosabb ideig ellenállás irányába haladni. Tehát jön a Laci, akit mondtam, jön a Tímár Laci, és jön a Tímár Laci testvére is, és jönnek a pap Lacik. Tehát nagyon sokféle ember fordul meg. Az egyik leesik, és föl kell, és visszaül a lóra, a másik soha többet nem ül vissza. Ez az, nyomjad, nyomjad! Ez az, nagyon jó! Hát neked át kell fogni az íjat bal kézbe, gyönyörűen, nagyon szép! Balkezes vagy, nem? De nagyon szép! Nagyon szép, nagyon szép ellősz, ez az! Nagyon jó! Nagyon szép! Még egyszer meg ne lássam, hogy jobb kézbe fogod az íjat, gyönyörű ellősz! Jó, Marci? Tudom. Az energiák és az információ az a világban pulzál, és jönnek információk. Tehát most a lovasi ijászat valahogy bejött ebbe a morfogenetikus térbe. És berobbant. Én is egy következménye vagyok ennek. Tehát az egy óriási félreértés, hogy ezt én kezdtem volna, tehát az erővel kezdődik, a szándékkal, ami rajtam keresztül megjelent, de ez nem csak bennem jelent meg, ez nagyon sok emberben megjelent a világ minden részén, nem tudták megvalósítani. Tehát itt manifestálódott valami, és aztán elindult, ez olyan, mint mikor egy kis vakonda átfúrja a tiszai gátat, és akkor ott a víz elkezd áramlani, és aztán a végén átszakad a gát. Tehát elindul egy próbálkozással, egy emberrel, és aztán egyre nagyobb energiák jelennek meg, és ez a morfogenetikus tér, ez dolgozik, és robban a világban, mert itt a tér gyakorlatilag ez nem jelent gátot számára. Én érzékelem ezt a kapcsán, hogy a tanítványaim sokkal gyorsabban tanulnak, mint én. Tehát sokkal gyorsabban, sokkal rövidebb idő alatt érik el azt a tudást, aminek nekem 3-4 év kellett, azt csak 1-2 év alatt el tudják érni. Még le van jobban tisztulva a dolog, ez is biztos, de én érzek egyfajta pluszt, hogy itt a hozzáférés. Hát gondoljuk el, hogy mi van akkor, hogyha az agyunk antennaként működik. Mi van akkor, hogyha mi képesek vagyunk fölfogni bizonyos gondolatokat, amik rajtunk kívül vannak. Tehát nagyon, nagyon sok érdekes aspektusa van. Én nagyon, nagyon sokszor értem tetten azt az érzést, hogy ez most nem bennem fogalmazódott meg, hanem rajtam kívül. Tehát én csak valamit valóban közvetítek és átélője vagyok. Véleményem szerint ez minden kultúrában megjelent. Most ez az individuális társadalom, ez
ez sajnos nagyon zárt, leszigetelt, nagyon materialista, és igazából nem nyitott ezekbe az irányokba, de ha egy kicsit nyitottabbá válik, akkor ezek az erők, ezek működnek. Ezeket lehet fogni az élet nagyon sok területén. És itt ezt lehet érezni, hogy itt most egy zöld lámpa van, ennek a dolognak ez most itt elkezdett fejlődni, megy előre, és itt nagyon sok minden más is. Tehát az, hogy a világ változik, ott mindig jelenik meg, megjelenik egy információ, egy energia, és valamerre viszi. Tanítványid itt mit tanulnak, amit kivisznek a társadalomban, olyat, amiből hiány van, akár emberi érték, akár erények? Hát legfontosabb az, hogy tanuljanak meg ellenállás irányába haladni. Ez nagyon fontos. Tehát felül tudjanak kerekedni a lustaságukon, tehát itt azért neki kell állni dolgozni. Tanulnak egy kis fegyelmet, egy külső fegyelem, amiből aztán belső fegyelem lesz, tehát ilyen folyamatos átalakuláson, változásokon mennek keresztül. Ez olyan, mint a tojásé a fegyelem. A fegyelemnek az a szerepe, hogy kívülről védjen, kívülről adjon egy alátámasztást addig, amíg a belső meg nem erősödik. És ha már megerősödött, akkor már nincs tovább szükség a tojásére, le tudja vetni. Ha túl korán szüntetem meg, akkor elpusztul a fióka. Ha túl szilárd ez a külső nyomás, a fegyelem, akkor nem tud megszületni. Tehát van a természetben egy harmónia, ez a külső és a belső fegyelem aránya, ez nagyon hasonlatos a tojáshéjhoz. Tehát meg kell találni azt, hogy kell az a külső fegyelem, ami elindítja ezen az úton, ami ad egyfajta védettséget, és létrehozza azt, hogy ez a fióka kifejlődjön, de aztán egy idő után ennek el kell tűnni, a saját belső csontvázának kell átvenni, saját magának kell a tartást biztosítani. És hát most, amit ti itt láttatok, itt azért nagyon nagy a külső nyomás, mert itt kezdőkről van szó. Hát itt sokkal nagyobb energia van kívül. Tehát itt gyakorlatilag egy parancsuralmi rendszerben van benne, és ez eltart hónapokig. Addig, amíg meg nem szerzi az alapokat. És utána van egy nagyon erős váltás, ez a tojáshéjnak el kell tűnni, és megjelenik a fióka, és elkezd cseperedni, és akkor jön az individuum, de ettől a pillanattól kezdve ő már mindenképpen egy közösségnek lesz a tagja, hiszen mindenki azon az úton végigment. És ha minél több ilyen ember van egy társadalomban, annak mi a következménye, illetve hát ennek az ellenkezője? Egy bizonyos arányt semmi nem tud túllépni. Az életben legfontosabbak az arányok. Hát senki ne gondolja azt, hogy a szervezetben a legfontosabb az oxigén, hogy minél több oxigén legyen benne. A széndioxidnak ugyanakkor a szerepe van. Tehát a belégzésnek és a kilégzésnek ugyanakkor a szerepe van. Tehát nem tudom azt mondani, hogy a belégzés a fontos. Hát ki is kell fújni azt a levegőt. Tehát az akkor, amikor én arról beszélek, hogy valami az nem jó. Tehát arányokat kell beállítani, megfelelő arányokba kell lenni, véleményem szerint ezeknek az archetipusoknak, és ez nagyjából úgy is van. Hogyha ezek az arányok billennek, akkor mindig probléma van vele. A túl kevés például. Tehát ez az attitűd eltűnik, ez az ellenállás irányába haladni. Ez baj. Ez rossz. Ez egy társadalomnak a hanyatlását jelenti. Ha túl nagy ez az energia, akkor az mindig világégéshez vezet. Tehát ott egy előretörő korszak van. Akkor, amikor az arányok rendben vannak, amikor rendben vannak az arányok, akkor tud egy társadalom egészséges lenni. Okay.